A Házrezső Múzeumban látogatókat ismét egy izgalmas tárlat várja. A jégkorszak nevet viselő kiállítás látványában sokat nyújt, főleg azon generáció számára, akik az őslénytan irányába érdeklődnek. A mamuttól kezdve egészen az olyan gerincesekig, amelyek egykoron benépesítették térségünket. A kiállított anyag egy része preparátum, de vannak rekonstrukciók is. A Pince galériában berendezett tárlat a többi között kartfogú tigrist, őstulkot, mamutot is felvonultat. Úgy hozták hozzánk ezt a kiállítást, hogy elég izgalmas tud lenni, nem csak számunkra felnőttek számára, hanem főként a fiatal generációk számára, akiknek majd továbbítani kell azt a környezetet, amiben jelen pillanatban élünk. Úgyhogy egy mamut, karfogú tigris, egy barlangi medve, éppenséggel a csontváza, eléggé figyelemfelkeltő tud lenni ahhoz, hogy közben meséljünk mind arról, ami történt ezekkel az állatokkal, és mi történik a környezetünkkel. A kínálatot szemrevételezők számára a legérdekesebb, hogy ezeknek az állatoknak a látványos maradványait, de egész csontvázakat is bemutatnak, sőt egyes fajokról életnagyságú rekonstrukció is helyet kapott a jégkorszakban. A kiállítást a sok interaktív elem, a tudományos rekonstrukciók és a valódi ősleletek nagy száma teszi különlegessé. Az állatvilág mellett betekintést nyerhetünk abból a környezetből is, amelyben egykoron ezek az állatok is éltek. Nem csak egy jégkorszak volt a Föld 4,5 milliárd éves történetében, hanem több. A legutóbbi a Würm eljegesedés körülbelül 10 000 évvel ezelőtt fejeződött be, és azóta egyfajta felmelegedésben vagyunk. És hogy kérdése az, és ezen mind a mai napig vitatkoznak a tudósok, hogy ez a fajta felmelegedés, ezt mennyire befolyásolja az ember, mennyire járul hozzá akár a széndioxid kibocsátással, akár az egyéb mezőgazdasági és ipari átalakításokkal ehhez a felmelegedéshez. Valószínű, hogy felgyorsítja, de van egy olyan természetes folyamat is, amelyet ebben a kiállításban próbálunk meg bemutatni. A jégkorszak június 30-áig látogatható Haberschön-Féll a Pince galériájában. A múzeum munkatársai iskolás csoportok jelentkezésére is számítanak.